az a népcsoport, ami persze egy kérdéses dolog önmagában, mert minden az, önmagában egy kérdéses dolog az, hogy ki turk és ki nem, de ha egy ilyen laikus, mint én, mert ebben laikus vagyok történelmi szempontból, ha utána nézek, hogy körülbelül kik a turkok, akkor azt látom, hogy az ő kutyáik a legjobb. Nekem azt hiszem elég széles látásom van a különböző kutyáktól, a afgán kocsi kutyáktól egészen a kuaszi vagy a pireneusi, és abból azt látom, hogy az én megítélésem szerint, meg az én értékrendszerem szerint a turkok tenyésztenek a olyan kutyákat, amiket én azt merem mondani, hogy általában határozottan a legjobb ebben a spektrumban, tehát az eurázsiai térségben, Kínától Nyugat-Európáig. Tehát én azért neveztem el így a kenelemet, mert a turkokat tartom jó tenyésztőknek, ugye ott van náluk a leginkább turk nevűek, a turkmének, akiknek ugye ott van az altekeló is, meg az a típusú kutya is, amin az oroszok végül is kiemelték a közép-ázsiainak egy típusát, és megtették, mint közép-ázsiai, ami olasztó problematikus jelenség, de ők is oda nyúltak a turkokhoz, mondom, ott van nekik az a lovak is, és úgy gondolom, hogy ők nekik van olyan tenyésztő vénájuk, ami etalon lehet, ami modell lehet, illetve hát amit mi is közelíthetnénk, azt a típusú tenyésztést, azt a típusú minőségre való törekvést, teljesítményre való törekvést, amit ők művelnek lóban is, meg kutyában is. A nomád az meg azért, mert azt látom, hogy az eredeti pásztorkodás az egy nomád életforma volt, akár ciklikusan is, de mindenképpen váltogatták a legelő helyeket. Még itt Európában is föllelhetünk még nyomai, nálunk a Kárpátokban, ennek a nomadizálásnak olyan értelemben, hogy nyáron a hegyekben vannak a kutyák, a kutyákkal, és télen meg levonulnak a delta vidékbe, a Duna deltájában, sokkal egyéb az időjárás, és ott visszerik át a telet, és akkor elindulnak tavasszal fölfele, a hegyek fele, közben legelnek persze, és akkor mire jók a fű már a legelőkön a hegyekben, avas hegyekben, addig fölérnek oda, és akkor oda visszamegy ez. Tehát még most is van ilyesmi nyomokban, de régebben ez volt a jellemző, sőt, ez csak így lehetett művelni. Tehát a nomád az arra vonatkozik az eredeti, az igazi munkakörülményeire, az igazi életkörülményeire, a pásztorkutyának, illetve ennek a kultúrának az igazi közege a nomadizáló pásztorkodása. És ebben a kapcsolatban, hogy turk és nomád, ebben úgy érzem, hogy benne van az én elképzelésem a pásztorkutyáról, meg az ismereteim, meg az elvárásaim is természetesen. Köszönöm szépen! A blogodban azt is kiemeled, hogy a pásztorkutyák valamilyen módon a kutyás szubkultúra félreértettjei, és ilyen módon elfelejtettjei is, úgy már mint pásztorkutyák szintjén. Nyilván a kutyafajtákat nem felejtették el, te sem így értetted. Miért? Miért van ez a felejtés? Te mit látsz ennek a hátterében? Pusztán csak annyi volna ez, hogy a kor meghaladta azt az életformát, amely a pásztorkutyák világát egyszer létrehozta? És kulturálisan úgymond meghaladtuk ezt az időszakot? Hogy van ez szerinted? Hát nem mondanám azt, hogy meghaladtuk. Nem, azt hiszem, ez nem szerencsés szó, hogy meghaladtuk, mert ebből valami olyasmi mellék íze van a dolognak, hogy az valami alacsonyabb rendű, és már magasabb szinten vagyunk. Inkább az történt, hogy az ipari forradalom, ahogy elkezdett terjedni Nyugat-Európából az egész világban, mert ugye innen indult Nyugat-Európából az ipari forradalom, ahogy egyre inkább globálissá vált, és az az életforma, amit ez jelentett, mert ugye visszatérve a vadászó gyűjtögető életforma az, ami jellemző volt az emberre, ha hihetünk a történelemnek. A mezőgazdasági forradalom volt egy hasonló forradalom, mint ami az ipari, ugyanúgy megváltoztatta az életformát, ugyanúgy globálissá, illetve annyira nem, mint az ipari, de európai szinten, euróázsiai szinten általánossá vált, és ugyan, ebben a forradalomban jelent meg a pásztorkutya, illetve ez a pásztorkutya tette lehetővé ezt a forradalmat, ebben bizonyos vagyok. És most aztán jött az ipari forradalom, ezelőtt 150 évvel, 200 évvel, és egy másik életforma terjedt el, egy másik életstílus, amiben már nincs helye a
pásztorkutyának, nincs helye a nomadizálásnak, nincs helye a szabad legeltetés és nagyjagadozós pásztorkodásnak. Tehát gyakorlatilag egyszer egy forradalom alkalmával a pásztorkutya belépett a történelembe, és ő is eleme volt ennek, illetve lehetővé tette, eszköze volt. És akkor jött a következő forradalom, az ipari forradalom, és akkor most ki kell lépnie. Igazából úgy néz ki, hogy most kilépőben van, illetve nagyjából ki is lépett a történelemből, a történelem kívül van már a pásztorkutya, ezért is érthetetlen, ezért is félreértett, ezért is ismeretlen, mert igazából utána kell nyomozni, utána kell járni, és meglehetősen körülményes utána járni annak, hogy mi az igazi pásztorkutya, hiszen az első alapfeltétel, hogy el kell menni oda, ahol még nyomokban, vagy ha nem is nyomokban, de még kis területeken, ahol ez még működik, ott kell tartózkodni, és ott kell hosszan kutatni. És ez körülményes, ez nehéz, ezt legtöbb ember nem vállalja be, még az érdeklődő pásztorkutyás se, sőt, még a pásztorkutya tenyésztő 99%-a, vagy még ennél nagyobb százaléka sem vállal be már ilyen melót, hogy ennek így utána menjen. És ezért nem tudjuk, hogy mi van, mert az, hogy csak elmenjünk egy helyre, és ott megnézzük kutyákat, akkor nem látunk szinte semmit. Szinte semmit nem látunk, hogy miről is szól az életük, milyen egészségben az életük, milyen terhelésnek, milyen igénybevételnek vannak kitéve, milyen követelményeknek vannak kitéve. Tehát ezért, hogy egy történelmi sodrásán kívül került ez a világ, nyomokban még megvan, de ezeket a nyomokat nagyon nehéz, illetve áldozatos munka kell, hogy valaki földerítse, és ebből rekonstruálja, mert ez szinte már csak ez van, hogy rekonstruáljuk a pásztorkutyát. És emiatt, és látszólag értjük, mert kimegyünk, meg tudjuk nézni, le tudjuk filmezni, tudunk róluk ezt azt, de igazából mégsem értjük, ez egy fölöttes ismeret, ami azt a izúvizót adja, hogy ismerjük, de közben nem ismerjük, és akkor ez így be is zárul ez a kör, mert abban a pillanatban megjelenik egy erős látszat, hogy ezt tudjuk, hogy vannak szenderdjeink, vannak tenyésztő szervezeteink, van ehhez szakértelem, meg tudás, abban a pillanatban egy látszat kiépül, abban a pillanatban megszűnik a kérdés, megszűnik az igény rá, hogy megismerjük, hiszen azt hiszük, hogy tudjuk, és ez a legveszélyesebb, amikor valamit azt hiszük, hogy tudjuk, de közben nem tudjuk. Ezért gondolom, hogy ismeretlenek, mert van egy ilyen erős látszat, ami azt mutatja, hogy igen, tudjuk, ismerjük, vannak szakembereink, akik ennek tudnak beszélni, de itt ez egy kényes kérdés, hogy kiszámít annak, ki az, és mondom, ez a látszattól kell küzdeni, ez a látszatnak az erejével kell szembe menni, és ez nagyon nehéz, ugyanúgy, hogy nehéz kutatni a pásztorkutyát. Sok ember kutatja a kutyát, csak nem a pásztorkutyát. A pásztorkutyát a legkörülményesebb, a legnehezebb kutatni. Ezt nem lehet esti bocsiszkor laboratóriumából, vagy otthon a karosszékből, ki kell menni terepre, olyan helyen, ami esetleg távol esik egy nagyvárosnak a komfortjától, és ott kell tartózkodni, és bele kell ebbe mászni nyakig ahhoz, hogy az embernek elkezdjen megnyílni az a világ. És ez nem elvárható el persze, de viszont nem is jelenik meg, tehát nem lépik be erőszakkal a nyilvánosságba ez a dolog. Pont azért, mert el van vonulva és kutatja valaki, és nincs ideje nyilvánosságra hozni ezeket a dolgokat, és nem is az a típus általában az ember, aki nyomul a médiában, aki karriert csinál belőle, aki ennek a reporton is oldalát megjátsza. Értem, köszönöm. Számos előadásodban említed, hogyha jól értettem, hogy a pásztorkutya az nem egy formai alakzat, nem egy standardizálható fajta keretek közé, vagy akár bármilyen esztétikai ismérvek mentén felállítható minőség, hanem az egy belső minőség. Nagyon sok vita van, az ember körbenéz a kutyás világban. Több szakértő több irányból igyekszik ezt a kérdést megfogni, és valahol mindenki eljut oda, hogy a funkcionalitást próbálja a külsővel összehozni. Te milyen módon látod azt összeköthetőnek, ha egyáltalán úgy véled, hogy összeköthető, hogy a kutyázás fő csapás irányát adó kutyakiállítások kapcsán megjelenő pásztorkutyafajták, ugye jó pár nagyon népszerű ezek közül, mások sokkal kevésbé, de néhány kifejezetten reneszánszát éli, tehát hogy az ő esztétikai ismérveik
miként nyúlhatnak vissza, vagy miként lehetnek egyáltalán összeköthetőek azzal a feladatkörrel, amire alapvetően valók ezek a kutyafajták. Itt most két kérdés és minimum kettőt megfogalmaztál egybe, amit igazából először szét kellene választani, hogy aztán majd megint össze lehessen kapcsolni. Az egyik a küllem, meg a fiziológiás, meg anatómiás kérdések, a másik meg a fajta. Az egyik egy genetikai, sajnos nem genetikai, csak azt hiszik a laikusok, meg sok tenyésztő is, hogy a fajta az egy genetikai dolog, nem, a fajta az komoly genetikusok, a fajtát azt mindig idézőjelesen használják, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Az egész intézményes fajta tiszta tenyésztésnek az alapját támadja ez a gondolkodás, de ez már egy 25-30 éves dolog, az az elképesztő Magyarországon, ez nincs benne a köztudatban. Van 20 éves újságom, amiben Csányi, meg valamelyik német szakember erről kommunikál, hogy hát ez egy cső, meg ez egy képtelenség, meg ez szakszerűtlen, stb. És ezek teljesen védhetetlen állítások, és mindig ugyanúgy folyik a fajta tenyésztés. Tehát van a fajta problematika egyrészt, és van az anatómia, a külön problematika. Ezt egyőre válasszuk el, aztán megint össze lehet futatni. Ha most én dönthetek, akkor maradjunk az egyszerűbbnél, nem annyira provokatív az atomjánál, illetve a küllemnél. Az a helyzet van, hogy a standardekkel az a nagy probléma, hogy én, hát nekem van egy rangsorom, ami kb. Úgy néz ki, és csak a végletét mondom, hogy a pásztor kutya standardeket elég alaposan tanulmányoztam, és talán a sárpalinák standardből érződik az, hogy valaki olyan írták, akik azért úgy láttak kutyákat a nyelven. A többinél azt látom, hogy olyan emberek írtak, akik ezt nem tudják. Tehát egyszerűen ők nem tudják azt, hogy milyen terhelésnek kell egy kutya megfeleljen, és ahhoz milyen anatómia tartozik. Ők ezt nem tudják. Ők láttak egy-két kutyát, és abból összeraktak maguknak egy ideálképet, ami tetszetős is, és akkor ez lett leírva, amit aztán ezt a leírt dolgot meg a bírók akárhányféleképpen értelmeznek, és ez megint egy teljes káosz. Tehát ezt így nem lehet. Alapvető lenne az, és megint jutunk vissza, hogy nem tudják, hogy milyen tudod a pásztorkutya, nem tudják, hogy minek van kitéve, minek kell megfelelni, következésében azt sem tudják, hogy milyen anatómiája kell legyen, milyen fiziológiai adottságokkal kell rendelkezni. Nem tudhatják, nincs honnan. Először kellene kutatni azt, hogy mitől jó egy pásztorkutya, fiziológiásan, anatómiásan, meg pszichésen, és utána meghatározni egy standardet, ha erre szükség van. A probléma az, hogy most nagyon gyorsan előrelépjek, hogyha elkezded alaposan tanulmányozni a pásztorkutyákat, akkor rájössz, hogy a pásztorkutyát nem szabad standardizálni. Tehát a pásztorkutya az a fajta kutya, nem fajta, hanem fajta kutya abban az értelemben, hogy használjuk a köznyelvben a fajtát. Nem egy genetikai fogalomként, hanem csoportosításként, vagy meghatározásként. Tehát az a típusú kutya, a pásztorkutya, amire pont nem jó a standardizálás, akár más fajtáknál lehet, mert más fajták szólóba dolgoznak, egyedül ugyanazt a munkát csinálják, általában egy specializált munkát, és azok, amelyek különösen küllemre vannak, csak tenyésztve, azt még ne lehetne, persze, sőt, nagyon szépen fekszik a standardizálás, a homogén, legyenek minél egyformában. Ha a pásztorkutyánál ez pont nem jó. És a pásztorkutya ezért is lesz félreértve, és ezért is lesz elrontva, és félrekezelve, és inflálva, mert egyszerűen nem értik meg az emberek, amit nagyon hamar meg lehet látni, az, hogy azt az egyszerű dolgot, amit egyébként más területeken abszolút tudnak, abszolút, ez egy tudás, aminek gyakorlati alapjai vannak, hogy a csoportot mindig a szinergiája viszi előre. Tehát az a jó csoport, az a jó csapat, ahol többfélék a katonáknál is, az a jó Csányi is ír erről, hogy sokkal jobb egy olyan hadsereg, egy olyan csapat, egy olyan kommandó, csoport, ahol többfélék az emberek, mint ahol pontosan egyformán. És ezeknek a szinergiája sokkal jobban összerakja, sokkal hatékonyabban tud működni egy bevétel esetén, mint a teljesen egyformán. Ugyanígy nagyon érdekes, hiszen Dél-Amerikában vannak olyan falak építve, amik nem egyforma kövekből vannak épülve, hanem különböző méretű kövekből vannak, és nagyon szépen össze vannak csíszóva, és ezek kibírják a földrengéseket is, mert egyszerűen nem esnek szét, egymásba kapaszkodnak. Ha teljesen egyformára faragott kövekből, vagy öntött építőelemből építették, onnan már rég összeomlottak. Tehát ugyanez működik a falkában is. Az a jó falka, ahol különbözőek a kutyák. Persze egy bizonyos spektrum belül, bizonyos
megkötöttségekkel, de kell az, hogy egy falkakutya, mert egy pászakutyának az az alapvető, nem is tudom, jellemzője, hogy mindig falkába dolgozik. Tehát egy pászakutya nem pászakutya. Lorenz idézi Jerkez nevű, nem tudom, hogy kell ejteni pontosan, híres csimpánzkutatót, aki azt mondta, állítólag, hogy egy csimpánz nem csimpánz. Ugyanígy én is azt mondom, hogy egy pásztorkutya nem pásztorkutya. Tehát önmagában a pásztorkutyát nem lehet egyként megismerni, csak falkában. És ez, hogy lételem a falka, csak falkában tud dolgozni, csak falkában tud pásztorkutyaként egzisztálni, ez azt jelenti, hogy nem lehetnek a falkatagok egyformák, teljesen egyformák, nem tudnak olyan jól működni, mint hogyha különbözőek. Aztán lehet számtalan gyakorlati példát adni, de az alapelve ez, hogy nem lehet egyforma pszichésen, de nem lehet egyforma anatómiai szempontból sem. Tehát az a jó, ha van, most gyorsan egy példa, amit esetleg sokan nem értenek meg, jó, ha van egy vágta, vannak vágta típusú kutyáim, és jó, vannak ügető típusú kutyáim ugyanabban a falkában. Van egy kemény standardem is, meghatároz egy bizonyos típust, ami legyen akár ügető, mint a sárk, vagy akár vágta, vannak bizonyos típusai, akkor ezt kizárom az egyik típust. Ezzel viszont rontom a szinergiáját egy falkának, egy lehetséges falkának. Persze, ha nem történik ezzel senki, hiszen a kiállításokon kell nyerni velük, a kiállításokon kell bizonyítani velük, ott meg pont ez a jó, hogy akkor jól össze lehet őket mérni, mert hiszen ugyanazok a követelmények vonatkoznak rájuk anatómiai szempontból. Csak az a baj, terepen ez öngól. Tehát terepen ezzel lerontom a kutyát, hogyha ilyen szempontok alapján tenyésztek. Tehát visszatérve az általános kérdésre, a standardizálás, a homogenizálás a pásztorkutyánál pont nem jó. Pont nem az ő. Tehát pont rontjuk vele, amivel a másik fajtákat esetleg lehet, a pásztorkutyánál ez pont nem jó. És ezt kellene fölülírni, ezen kellene fölülemelkedni ezen a beidegződésen, és ezért, és innen látszik, hogy nem értik sokan a pásztorkutyát, azok, akik ezt megcsinálják, mert ha értene hozzá, neki se fogna egy standardizálási folyamatnak, vagy ha már mégis neki fog, azért nagyon lazára lenni, típusokat adna meg a standarden belül, de hát a standardnek pont az a lényeg, hogy egy típusra rögzít. Tehát ha a standard saját magát húzza alá, azt mondja, hogy lehet ilyen is, meg lehet olyan is, a standardnek az alapja, hogy megadunk egy bizonyos típust. Tehát ez az egész folyamat ellene megy a pásztorkutyának, és aki ebben részt vesz, az azt jelzi, hogy ő nem ért hozzá. És a félelmetes az, hogy a döntő többség annak, aki ma Európában pásztorkutyával foglalkozik, eszébe sem jut, hogy ezzel szemben jön. Tehát részt vesz ebben a dolgokban. És innen látszik, hogy ez nem érti. Tehát a felelő végül is összefoglal a kérdésre, a standardizálás, a homogenizálás lerontja a pásztorkutyát, kihúzza a szőnyeget a pásztorkutya alól. Tehát ez járhatatlan, ezért van a leromlás, ezért is van a gyakorlatilag szinte a szabad esés a minőségben. Anatómiai szempontból, mert hogy anatómiai követelmények persze vannak, nem az a helyzet, hogy nem sokan szeretik így félremagyarázni, hogy hát, de hát azért fontos az anatómia. Persze, hogy fontos az anatómia, tehát nagyon kell értsük az anatómiát ahhoz, hogy megértsük a pásztorkutyát, nagyon kell tudjuk, hogy mi a funkcionális a terepen, és mi nem. De azzal, hogy tudjuk, hogy az anatómiai elemek fontosak, azzal, hogy is mondjam, tehát nem határozhatok meg egyetlen anatómiai ideális kombinációt, hanem van több. És tudom az anatómiát, és merek bárkivel beszélgetni az anatómiáról, aki bármilyen nagy küllemes, vagy bármilyen nagy bíró is, meg az a félelmetes, hogy a standardekben például nincsenek meg olyan paraméter, amik fontosak lennének. Anatómiai paraméterek vannak kihagyva a standardekből, amik viszont a kutyánál nagyon fontosak. Tehát nem az van, hogy a standard valami nagyon sokat kér, és akkor mi kérjük a könnyítést, hogy hát ne, mert nem tudnak megfelelni. Nem, az adott esetben egy standard kevesebbet kér, mint amit kellene kérje. Azt a keveset viszont kő mereven kéri. Tehát többet kell elvárni a pásztorkutyától, viszont rugalmasabb. És ezt baromi nehéz megcsinálni, mert egyszerűen vagy ez van, hogy akkor kőkeményen kiígyük ezt, és nem tudják lazítani föl, pedig föl kell lazítani, mert ez egy másik probléma, hogy egyszerűen a pásztorkutyának olyan sok szempontból meg kell felelnie, annyira sok, tehát a pszichés szempontja is, a pszichés igénybevétele is olyan sokrétű, hogy egyszerűen nem lehet tökéletes kutyát csinálni, sőt, meg se lehet közelíteni a tökéletes, tehát a másik nagy probléma az, hogy még ha egy kutyának van is anatómiai hibája. Az a félelmetes a kiáltásos rendszerben, hogy erősebb anatómiai hiba miatt esetleg kikerül a kutyatenyésztésből, pedig lehet, hogy agyilag tökéletes, vagy nagyon jó, de anatómiailag nem. És hogyha mi az anatómiát, a küllemet vesszük csak, és nem súlyozunk megfelelően, ez a nagy probléma. Ha nem súlyozunk megfelelően, akkor
kiejtünk olyan kutyákat, amik a terepen megállnak akár hosszabb időre is a helyüket, de mi kiejtjük, mert hogy nem felel meg az anatómiai bizonyos elvárásoknak. Aztán az már vicc, hogy milyen anatómiai elvárásoknak, ha nem felel meg, hogy mondjuk a füle nem úgy gondolódik, vagy a farka, vagy a körme nem olyan színű, hogy ilyenek miatt ehetenek ki kutyákat. Ez már mondjuk a vicc kategória, de ha még komolyabban is veszük, hogy mit tudom, lábhibából ehetenek ki a kutyát, még ott sem biztos, hogy ki kellene ehetni, mert hogyha agyilag a kutya nagyon jó, akkor azt neki meg kell bocsájtani, mert ezeket mind súlyozni kell is, és a lábhiba az csak egy dolog az egészben. És azt, hogy túlsúlyozzuk, akkor azzal megint csak ellene dolgozunk a pásztorkutyán. Tehát mondom, kell tudni anatómiát, nagyon fontos az anatómia, nagyon fontos megérteni különböző típusú kutyát, anatómiai típusú kutyákat, de nem úgy, ahogy a standard teszi. Nem úgy, hogy keveset kér, és azt hiszem, hogy kőkeményen kérem. Sokat kell elvárni, azt hiszem, hogy rugalmasan. Nem tudom ezt most jobban kifejteni, de remélem, hogy azért átmegy mégiscsak. Igen, én azt hiszem, hogy nagyon is sok mindent mondtál. Tehát pont az esztétikai kutyázás, a kutyakiállítások világa, az a kutyát szeparáltan a többi társától vizsgálja. És miután... És általában rögtön... a kutatások is, bocsáss meg, hogy szólt be, általában a kutat eltén is, amik folynak kutatások, azok mind a szóló, a kutya, maximum a kutya ember csodba koncentrálnak, tehát a kutyát nem lehet sem fiziok, sem anatomilag, sem pszichésen önmagában értelmezni. Igen, igen, pont ezt akartam summázatként akkor a végére rakni, hogy lám-lám, pontosan az első lépcsőnél esünk el fontos tudnivalóktól a pásztorkutyák esetében, hogyha kiemeljük őket a falka közegből, rögtön lebomlik róluk egy sereg olyan képesség, tudás, ami nagyon fontos lehet ahhoz, hogy megértsük, hogy ő mitől pásztorkutya, mitől jó pásztorkutya, és el is veszítettük, mi marad, ahogyan utána a szeparált kutyáinkat összebírjuk hasonlítani, hát legyen a küllem, legyenek bizonyos egységesített mozgásformák, amelyeket egy ringben be kell tudni mutatni egy megfelelő felkészítés után, vagy akár legyen egy temperamentum teszt, ugye, ahol próbáljuk valamennyire a tenyészthetőségi fokát megmérni, majd adott esetben jóvá hagyni egyfajta gondozó szervezet által szervezett alkalmon. Ott is szeparáltan a kutyákat vizsgáljuk, és ott sem az a van, hogy egy természetesen teremtődött környezetben egymással együttműködve a kutyák működését tudjuk vizsgálni, hogy mennyire alkalmazkodó képesek egymással, hogyan tudják a munkát, a hierarchiát, egyebet felosztani, mennyire szociábilisak egymással, vagy mennyire sem, hanem művi körülmények közé hozzuk őket mindegyik esetben. A temperamentum teszteken is, illetve a kutya kiállításos szituációban is. És ahogyan mondod is, a pásztorkutyák lényegüket tekintve rögtön elveszítik mindazt a tartalmat, amitől megkülönböztethetőek lennétek a többi fajtától, és így a többi fajtával kvázi versenyben lehet, hogy alul maradnak, hiszen pont a lényegük legnagyobb részét veszítik el, ezt jól értettem. Igen, mint igazi pásztorkutyák alul maradnak, illetve torzított formájuk, mint amik most regnálnak fajták, azok viszont nagyon sikeresek is lehetnek, mint például a közép-ázsiai juhász, amit talán most a legsikeresebb típusa ennek fajtakörnek, de a probléma az, hogy úgy válik sikeressé, hogy gyakorlatilag kivetkezik a pásztorkutyaságból. Tehát úgy tekintenek rá az emberek, hogy pásztorkutya, úgy tekintenek rá, mint valami arraikus dologra, ami persze egyáltalán nem az, és nem mint pásztorkutya válik sikeressé, hanem mint valami más. De tolja maga előtt a pásztorkutya brendet, és innen megint beindul a látszat, az emberek azt hiszik, hogy pásztorkutyájuk van, közben az. Hát akaratlanul is félrevezetjük akkor az átlagembert, mi kutyások, hogyha egy ilyen imázs épített alakjába szeretünk bele a kutyafajtáknak ezek szerint. Itt a látszatnak a roppant falai vannak. Mindent körülvesznek ezek a roppant falak a látszatnak, ezek a roppant falai is, és egyszerűen nincs, ami leontsa, lebontsa őket, mert nincs feedback például. Mert abban a pillanatban jön egy feedback, egy komoly feedback, akkor ezek omlanak, ezek a falak, ezek nem a papírból lennének. Tehát egyrészt nagyon masszívak, mert a látszat mögöttük nagyon masszív, és fönntartja őket. De ha megbomlik valamire a látszat, akkor azonnal olasztó gyorsan omlanak le, és akkor meg lehetne mutatni, mi van. De egyre ilyen nincs. Tehát a feedbackre nincs igény, ugye a történelem kívülre került a feedback, a történelmi sodrásán kívülre került, nagyon kevés emberben van meg az igény,
És a másik aztán ez megint egy érdekes jelenség, hogy akibe egy részébe, akibe ez megtörténik, mégis a felismerés, ez megint nagyon nehéz. Vagy üzletileg érdekelt a dologban, és akkor behunja a saját szemét is, vagy egy másik dolog, ami nagyon érdekes, ez már a szociológia, hogy egyszerűen az embereknek nagyon nehéz szembe menni egy csoportnyomással. Erről szociológiai kísérletek vannak, YouTube-on hozzáférhetők régi 40-50 éves kísérletek, modern kísérletek is, nem is olyan régen, Francia Tivébe is volt egy kísérlet erre, hogy milyen borzasztó nyomás van az egyénen a csoport felől, és milyen kevés ember tud ennek a nyomásnak ellenállni. Tehát egy ilyen nyomásban, egy ilyen közmegegyezésben, hogy ezek fajták, hogy ezek jók, hogy ezek pászirkutyák, hogy ezeket ismerjük, és hogy ezek a fajta standardekben, meg kiállításokban ezeket meg tudjuk őrizni. Ez a masszív látszatvilág, ez borzasztó erős, és hát egyszerűen nem lehet szinte semmit mit tenni ellene. Ez így működik, és szinte mindenki becsapódik igazából, mert nem kapja meg az igazit, de viszont nem is tudja, mi az igazi, ezért nem érzi magát csalódottan. Tehát egy ördögi kör van. Sebastian Brandtnak van egy régi idéz, 1600-as évekből, hogy a világ azt akarja, hogy becsapják, hát becsapodik. Tehát ez tisztán. De előbb-utóbb fel kell ébredni. Mert a világ mindig bizonyítékot akar arra, hogy az álma valóságos, és előbb-utóbb kiderül, hogy az álom csak álom, és a valóság az pedig mégiscsak egy másik dimenzió, és akkor az nagyon kellemetlen. Igen, kérdés az, hogy mikor ébredünk föl, elég korán felébredünk, hogy még megmentsük a helyzetet, vagy már csak eltemetni tudjuk. Tehát ezt nem tudom. Nem tudom még megítélni. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy rendelkezésünkre álltál. Szívesen. Kellemes délután. Szervusz! És neked is szívesen.